A sportcsarnok melletti műfüves pálya biztosított helyszínt az idei évben is megrendezett Ongai Gábor emléktornának. Az eseményt 2018-ban a fiatalon elhunyt kollégájuk tiszteletére szervezi meg minden évben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A tornára idén is a térség rendvédelmi szervei összesen 9 csapatot állítottak fel, hiszen az emlékezés mellett sporttal is tisztelegnek az egykori kollégájuk emléke előtt. Már azon éven, amikor ő elhunyt őszön, rendeztük meg az első emléktornát, és azóta évről évre, kivéve a pandémia időszakában, akkor nem tudtuk megtartani, megrendezzük ezt az emléktornát, ami az ötödik lenne, de mivel egy kimaradt, ezért ez a negyedik, és próbálunk arra törekedni, hogy Gábor egy nagyon sportszerető ember volt, hogy legyen egy kis futball, és mindenki más itt legyen, barátok, családok, hozzátartozók, és az összes kollégánk a kapitányságról, akik jól érzik magukat. Főzünk, sportolunk, és élvezzük a jó időt, ha jó idő van, de sajnos másik az eső, úgyhogy az égiek nem voltak hozzánk kegyesek, de most már elállt egy kicsit, úgyhogy talán felszabadultabban tudunk szórakozni és sportolni. A torna célja elsősorban az emlékezés és a közös élmények megteremtése a sport segítségével. Emellett az egészségmegőrzési központ és a Decathlon munkatársainak közreműködésével szűrővizsgálatok és sporteszközök is várták a résztvevőket. Mivel ez a sportról és az egészségről szól ez a nap, ezért fontos, hogy egészségügyi vizsgálat legyen, az EFI segíti a Dunaújvárosi EFI, az egészségmegőrzési központ a munkánkat, és szűréseket végeznek itt a kollégák részére, aki szeretné megméretni a vérnyomását, a vércukorszintét, a testzsírt, azt itt nyugodtan megteheti, illetőleg a helyi Decathlon is nagyon támogatja a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy kivonulnak a saját kis eszközeikkel, és lehet különböző játékokat kipróbálni a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ez a mozgást segíti, és a jókedv elérését, ez a cél végeredményben, hogy érezzük jól magunkat. Mint a megnyitón is elhangzott, Gábor egy vidám, mosolygós ember volt, és ilyenkor mindenkinek az arcán ezt szeretnénk látni, hogy vidám és mosolyog, tehát ne szomorúak legyünk. Az eseményen jelen volt Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Dunaújváros és környéke közbiztonságért közalapítvány kurátora is. Azt mondta, a rendvédelmi szervek munkatársai minden évben megmutatják az összetartás erejét, így ezt a tornát is örömmel támogatja a városvezetés. Ugye ennek a tornának már története van, tehát negyedszerre rendezik most, öt lett volna, de ugye a Covid miatt elmaradt az egyik alkalommal. Itt látszik, hogy ugye változik társadalmunk is, és ezek a munkahelyi brigádok, csapatok is szétesnek. Ebben sajnos a Covid nagyon közrejátszott, de rendvédelmisek most is megmutatják, hogy rájuk ez nem érvényes. Újra itt vannak, újra megmérkőznek. Ugye a Dunaújváros önkormányzata támogatása érezhető a területet adtuk, illetve a közbiztonsági alapítványon keresztül támogatjuk a tornát is. Orosz Csaba az emlékezés fontosságáról és a bajtársiasságról is beszélt. Mind a két rész, ugye maga a sport és a rendvédelem itt összefonódik, és ez mind a kettő nagyon fontos. És ezeknek az embereknek, a rendőreinknek, akiknek nagyon nehéz feladat jut minden egyes nap, minden egyes szolgálatba, örömteli, hogy segíthetünk egy ilyen napját, ahol újra találkozhatnak a külön kapitányságon dolgozók régi barátokkal, főzhetnek, ehetnek egy az asszony által készített süteményt, mesélhetnek régi történeteket, és közben egy jó sportrendezvényt is tartanak, és közben emlékeznek elhunyt kollégájukra és testvérére. Tehát itt látszik az igazi összetartás, és igenis nagyon jó érzés, ugye én is rendvédelmi is voltam 27 éven keresztül, tehát azért nekem is velük dobog a szívem, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy amíg tehetem, én támogatni fogom ezt a rendezvényt. A rendvédelmi szervek munkatársai tehát az idei évben is egy jó hangulatú, ám de meghitt eseményen emlékeztek meg Ongai Gáborról. A torna és az emlékezés a jövőben biztosan folytatódik.